államfőt kell adni. Csalamádét is? Ilyen megyek volt. Igen. Saját természetű mustár, lakókészítés a termékeinket, sárga is vagy a mustármakból. Különlegességnek szántuk a élelmiszereinket. Szabadalmi oltalommal végeztek Magyarországon. Készítünk többféle mustárból, lokai aszóesszenciával, biofehérszőlő mustal, kékszőlő mustal. Készítünk egy baracsonyi bor különlegességgel, amely többfehérszőlő bor és biofehérszőlő mustat tartalmaz. Ezen kívül készítünk vízószt, egyik paradicsom köré alapú, enyhén borsos, pikás és kékszőlő mustár tartalmaz. A másik termékünk pedig egy szimpás mustáros vízószt, amelyet itt az exponszeretünk először a tisztelt vásárlók ajánlani. A kérdőtől indult, 2016-ban szabadalmat, termékeinket nagy tisztelettel ajánljuk a vásárlók figyelmet. Mostos gyümölcsleveleket állítanak elő, itt sokan van a képben. Peti bácsi is itt van? Peti bácsi még nincs itt, de azért mivel foglalkozik? Teljes mértékű házi jellegű füstölt, kolbász, szalonna. És még Ősiben is? Van Ősiben, illetve Székesfehérváron vagyunk itt egy mozgó bolttal. Nagyon szépen köszönöm.
nem mindegyik ismert szerintem az átlagember részére, én így gondolom, hogy pár szót fel tudnám mondani, hogy én így mondtam már a kukoricát is, és szeretnénk arra a nagyobb előttel, és szervezetek. Hogy a barányai, akivel foglalkoztok? Kicsi az azt mondja, hogy 28 évvel alakítottunk ki olyan végséget, ahol minimális kártának ahhoz, hogy terméket készítsünk, kovászos terméket, házi kutyákat. Csináljuk úgy, mint ennénk, meg közben esünk. Azért 40%-os Kiskereskedelmi láncokban, kóborban, CBA-ban, illetve a multihálózatokban is szállítjuk, és egyre szívesebb körben Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok! Tehát akkor ez Vámosnak egy része foglalkoztok. Egy kis családi gazdaságban működünk, és hát helyi vegyületek éves ördbe. Saját állam tejéről készítünk ördbe, illetve friss sajtokat. A különbség, mi feldolgozzuk a sajt a családik meg. Készített a három állam, az nem igaz. Az nem igazi az infarkt és a trauma-infarktákra vagyunk. Emellett a szortimentünket bővítettük hásrevelővel és Cabernet Sauvignonnal, ami szintén nagyon közkedvelt. Jól tudom azt, hogy a Sohori infarkt az a nászi szakáknak a bora? Pontosan. Anno Habsburgok ezt rendelték a fiútól nemzés céljából. Értem, tehát ha valaki fiút adott szeretne, akkor itt a lehetőségei várnak. Thank you.
egy táncot, de át is adom a vezetőnek vastagyan megköszönni. Nem kicsit, nagyon közel. Látod, hogy nagyon közel. És nagyon jól esik, hogy ilyen közel. Üdvözlöm a kedves nézőket! Nagyon örülünk itt Veszprémben ennek a kezdeményezésnek, ami a Veszprém Maradona hasznosításán kívül idehozza a vendégeket a városból. Megismerhetjük a Veszprém, valamint a Bakony, Veszprém környéknek a kézműiparát, megnézhetjük az őstermelőket. Nagyon kellemes és szép programot állítottak össze a szervezők. Lehetőség van kóstolásra bent a sátorba, valamint a feldolgozott termékekből fogyasztásra. Ma délután lesz 2 órakor egy séf parádé séfe bemutatkozása, amit a kiállító alapanyagából összeállított kínálatot produkálnak a séfjeink. A mai nap az első, és izgatottan vártuk azt, hogy fog alakulni. Jönnek a vendégek, hála jó Istennek, és holnap lesz az igazi akció. Holnap itt a helyszínen fel fogunk dolgozni egy sertést, és frissen sütött tepertő és frissen sütött pecsenye is a mai választokon kívül rendelkezésre a vendégeknek. Köszönöm szépen! Én mondjam? Igen. De bocsánat, hogy mit? Körülbelül másfél éve kezdtünk el foglalkozni Sövényházi úrral, barátommal, hogy valami hasonlót kellene csinálni nekünk is. Mint ami be tudjuk mutatni a vidék ízeit, ahol közelebb tudjuk hozni, megismerjék a városlakók is, a kintiek termékeit. Ez a termékösszállítás lassan, hogy mondjam, egy formába került, és idén tavasszal elkezdtünk konkrétan szervezni, és hát egy nagyon jó dolog alakult ki. Mondhatnám azt, hogy a NK, a Nemzeti Kulturális Alap támogatott bennünket az Agrárkamara, és különböző cégek, a Veszprémváros. Tehát azt mondhatom, hogy első alkalomra sikerült egy olyan bemutatkozást, egy olyan összejövetelt, egy olyan termékbemutatót produkálunk, ami reméljük, hogy a következőkben minden évben meg fogjuk tudni ismételni, és hát bízunk benne, hogy szokott fog megjönni. A Bakony Expo az első ilyen jellegű rendezvény Veszprémben, ezen a szép helyen, a Veszprémi arénában. Az a célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy egy hagyományteremtő vásárt, bemutatót, nagyszabású rendezvényt honosítsunk meg. A Bakony a véleményem szerint egy jó márkanév, egy ismert márkanév. A Bakonyban mindig egy különleges mikroklíma és egy különleges éghajlati adottságok mentén jó minőségű és ismert speciális termékek, élelmiszerek voltak és vannak manapság is, és még élnek azok az idős emberek, akiktől lehet tanulni, akiktől lehet régi praktikákat elcsípni. És egy ilyen seregszemle alkalmával az emberek ötletessége, az emberek kreativitása megmutatkozik, és sok minden újdonságot, sok hazai, helyi terméket tudnak felvonultatni, és nagyon színes a skála, és örülünk annak, hogy ezt megismerthetjük a széles közönséggel, és tényleg helyben készült,
jó minőségű élelmiszert, helyi terméket tudnak a vásárlók a későbbiek során fogyasztani, vagy éppen keftelésből használni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen rendezvény az mindenképpen helyén van itt, és bízunk benne, hogy a jövő időszakban ebből egy hagyomány teremtődik, és egyre színesebb és egyre gazdagabb lesz majd ez a történet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, akinek én egy megyei vezetője vagyok, szakmai rendezvényekkel kapcsolódik ehhez az expóhoz. A helyi értékesítés, helyi termék értékesítésről szerveztünk tegnap egy sikeres konferenciát, mint egy 200 fő részvételével. Körbejártuk a helyi termékek értékesítésének eddigi nemzetközi, hazai tapasztalatait, a jogi környezetét, a piacra jutási feltételeket, a turizmushoz való kapcsolódási pontokat, és mindazt, ami e tárgykörben fontos. Egy jó divat lett a helyi termékek fogyasztása, örülünk annak, hogy végre a lázadivat után a helyi termékek divatja jött el, és az emberek szeretik az újat, a frisset, az érdekeset, az eredetit, és örömmel állunk ennek a rendezvénynek a szervezői közé, a várossal természetesen karöltve, és ahogy említettem, egy olyan hagyományt teremtünk, amely bízunk benne, hogy hosszú időt meg fog élni. Köszönöm szépen! Ez az asztal arra az alkalomra készült 2009-ben, amikor a MKB Veszprém csapata megnyerte a bajnokságot. Ebből az alkalomból készült egy díszvacsoránk, amelyet annak idején Balatonfüreden az MKB üdülőben került felszolgálásra. Tanáraink és a diákjaink által felterített asztal és menüsort kapták a vendégek. A mai napon erre az alkalomra emlékezünk ezzel az asztallal, meg szeretném mutatni magát az ételsort is, a díszes vendégeknek a díszvacsorájukat is elmondja. Dávid, még kérjük, Márta vagyok, kis termelő, Nemesvárosról jöttem, és magos krémeket készítek. Tök magot termelünk, és ez a fő alapanyag a krémeimhez. Van sima tök mag krémem, rukolás tök mag krémem, és a rukolát szárítva használom a krémeimhez, napraforgóba is belekeverem, és a lemagos tökmagként napraforgóba is szoktam rakni rukolás szárított rukolát. Ezek a magos krémek nagyon-nagyon egészségesek, rengeteg vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak, és nagyon fontos lenne, hogy az étrendünket kiegészítsük ezekkel az egészséges krémekkel, gazdagítani egyrészt az ízvilágot az ételeknek, másrészt, ami nagyon fontos, hogy vitamin, ásványi anyagot vigyünk le a szervezetünkbe. Ezen kívül főleg a tökmag, prostatára, húgyúti problémára, érrendszerre, szívre, és még sorolhatnám a jótékony hatásait. De a lenmag meg még egészségesebb a tökmagnál, és a legtisztább eszenciális olajakat tartalmazza, és a lemmagot vegyesen szoktam használni a krémeimbe, lemmag, tökmag és napraforgó arányba keverem, és nagyon-nagyon ízletesek. Szerencsére a vásárlóim egyre többen és egyre jobban keresik a termékeimet. Szendvicsbe ajánlom, pirítósra, reggelire, vagy előételnek ezeket a krémeket.
gazdagíthatjuk bármilyen krémben, akár parmizsán krémben, túróba, lágysajttal kikeverve, igen, pikás, finom és egészséges. Ezen kívül salátákra, húsra, de bármire le lehet használni. Hagymával is lehet ízesíteni, kinek milyen az ízlés világa. Ezen kívül még készített pitpang szirupot is, ami ugyanezekkel a magokkal van vegyítve. Pitpang szirup bent van a lemmag, közmag és a napraforgó. Ez mondjuk egy műzlihez vagy natúr joghurthoz ajánlom. Ezen kívül még készítek taljérokat ugyanezekből a magokból, napraforgóból, lemmag, közmagból, ami a legfontosabb, vagy lisztet nem tartalmaz, úgyhogy lisztérzékenyek, fogyasztatják, vagy aki paleo étkezésnek is nagyon ajánlom, mert nem tartalmaz lisztet, se tojást. Ezen kívül még tormát is termesztünk, és tormát is üvegbe tesszük. Piacokon szoktam árulni ezeket a kézműves termékeket, és szerencsére egyre többen, egyre jobban keresik. Egyre tágul az a réteg, aki igényes és próbálja az egészséges életmódot követni. Nézzel, mondjuk annak milyen kérdés. A külső láttal, a gyászlással, a szolvásokkal már